Jézus elé, kitárom a szívemet, lelkemet, a karomat, és kérem, hogy ő vezesse a lépteimet. Ő öleljen át a lelkemben, hogy legyen tartásom. Ő tisztítsa meg a szememet, a fülemet, mert annyi hamisságba vinne ebben az életben. Erről szól ez az imádság, ez az ének. Ments meg a lelkem, tisztíts meg szemem, hogy téged lássam, tisztíts meg fülem, hogy téged halljam. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Tisztítsd meg szemem, hogy téged lássam. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljam. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, vidd tovább a nyíl, hogy hozzád írjen. Emeld két karod, ha átölellek. Minden nap oda kell álljunk Jézus elé. Hát, ha Magdika kért, hogy valamit mondjak az életemre, és hát szaladnak az éveim. Az idén már 61-et is betöltöttem, és nemrég éreztem magam ilyen fiatal srácnak, mint az én legkisebb fiam, az 5. gyermekem, Gábor fiam. Amikor elkezdtem szinte gitározni, énekelni, de csak néhány év múlva születtek az első imádságok és dalok. Rohannak az évek, az Úristen megjándékozott 5 gyermekkel, 1 lányom van, legidősebb 4 fiam. Ma már elmondhatom, hogy 6 unokám is van. Ott jobb az arány, 4 fiú mellett 2 kislány, nagy kincs, nálunk a kislány, mert kevés született belőlük, de hát mint csodálatos ajándéka. Tehát az életünknek, feleségem, hogy mindig megfogalmazom, ők a legszebb kincsei, a legszebb ajándékai. És hát bizony nehéz küzdelem volt, különösen a Kádár korszakban, amikor nem volt dicsőség vallásosnak lenni, és különösen nem vallásos kultúrában, művelődési területen szolgálni, szolgálatot teljesíteni. Aki ilyen imádságos énekeket, dalokat írt, az nem volt a kegyeltje az akkori kultúrpolitikának, de ez minket nem zavart, mert csodálatos ajándék volt az életünkben, hogy mi hitben nevelődtünk, mi az egyház gyermekéként nőttünk. Nem volt kettős nevelés a mi családunkban, egy és világos nevelés volt. Nektek drága kincs a hitetek, Jézus Krisztus által kell megújítanatok az életem, benne kell élni. Itt tanított édesanyám, családi tragédia után egyedül nagymamával együtt neveltek minket, és ott angyalföldön, ahol laktunk, ott a plébánián az atyák mindig a legnagyobb szeretettel, apám helyett is apáim voltak ők. Nekik köszönhetem azt, hogy a hitem kibontakozott, és amikor döntenem kellett felnőtt emberként, akkor egyértelműen a hit útja mellett döntöttem. Valahol az én hitvallásom olyan, mint amit Vörös Sándor, az egyik legcsodálatosabb szavú, hangú magyar költő fogalmazott meg az apokrif imájában, úgy kezdődik, oldani Uram, s oldódni vágyom, üdvözíteni és üdvözülni vágyom, alkotni Uram, s alakulni vágyom. Szóval valahol így próbáltam az életemet élni, hogy a költő fogalmazza, és a mai napig is úgy érzem, hogy mintha az én szívembe született volna ez az imádság. Hát szóljon akkor most ez az ima. Vörös Sándor apokrif imája. Oh!
látod, mit teszek, hallgass el engem, hogy kell ráépítem az életünket. És ez az öröm, amikor megtapasztalod egy Jézusi tanításnak a szépségét, hogy valóban csak így érdemes élni, akkor átmelegíti a szívünket, akkor boldoggá tesz. Lehet, hogy nyavajásak vagyunk, lehet, hogy betegséget hordozunk. Ugyanúgy fogunk küszködni az életben, és mégis valami egész más lesz a szívünk, a lelkünk. Ez az evangélium ajándéka, ez Jézus ajándéka számunkra. Valamikor fiatal koromban, hát úgy nem volt annyi szórakozási lehetőség, mint a mai fiataloknak, tehát szerencsére még internet sem volt, meg televíziónk sem volt. Sokkal boldogabb volt szerintem az én ifjúságom. Viszont érdekes, kedves élmény volt számomra, egy ilyen külvárosban nőttem fel, hogy bementem a belvárosba, Dunaparton sétálni, gyönyörködni a Dunában, a hidakban, a várban. És hogyha a Dunapart felül elindultam a Szent István bazlika felé, akkor mindig azt a gyönyörűséges feliratot ott láttam. De a Kádár korszak egyik nehéz időszakában voltam kamasz gyerek, 60-as években. Nem sokkal voltunk túl, 56-on dühöngött itt a szellemi-lelki terror. Az egyházunkat ütötték, verték a papjainkat, börtönbe csukták még. És valahol én mégis szerencsés voltam, hogy latinos osztályban jártam. Édesanyám felfedezte, hogy az Van Angyalföldön egy ilyen gimnázium, a latin tanulnak, odaíratott be. És ki volt írva hatalmas betűkkel a blazlik a homlokzatára, hogy ego sum via veritas et vita. Jézusnak egy üzenete mondása, én vagyok az út, az igazság és az élet. És én nagyon büszke voltam, hogy el tudtam olvasni, és hogy magamban, hát mind a kisegér bátran a macska háta mögött, hogy na ugyan esze nektek kommunisták, csak hirdetik az evangéliumot, hiába vagyunk, hogy bezárva. Mert aki erre jár és megkérdez, hogy mi az a szöveg, annak talán lefordítják, és eljut az örömhír. Jóval később értettem meg már felnőtt fiatalként, férként és családapaként, hogy nem csak kommunistáknak, meg ateistáknak, pogányoknak üzent Jézus a bazlika homlokzatára, hogy nekem, kedves Jenő, én vagyok számodra az út, vagy csak jössz, mész itt a világba, aztán szórakozol. Én vagyok számodra az igazság, vagy csak a magad igazáért veszekszel a testvéreddel, meg a barátaiddal időnként, és elhiszed magadra, hogy te képviseled az igazságot mindig. Én vagyok számodra az élet. És amikor ezt úgy megértettem, hogy igen, elsősorban nekem szól az evangélium. Jézus nekem üzen, engem akar megtisztítani, megigazítani. Akkor úgy megszületett ez az imádság, megfordítottam és írtam egy vallomást. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom nevedből, általad élek. Azóta is éneklem. Háromszor is énekeljük, mert három a magyar igazság. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, áldalad élet. Szabadítod álom, kenyeret csütörtöttem. És írem táplálat, hűséget érted. Halleluja, szabadítottál, kenyeret csütörtöttál.
szeplőtelen fogantatás ünnepen, ez december 8-án. Nekem különösen is drága kincs, hiszen életem során gyakran erőt jelentett a Regnum Máriánum közösség, amelyhez lelkileg tartoztam, és mai napig is tartozom. Szóljon az ének a szűzanyához, Máriához. Mária, Mária, szép világszám, Mária, szikrázó nap, szeplőtlen fogantatott ártatlan láb, könyörű éretünk anyád. Mária, Mária, szép világszám, Mária, szikrázó nap, védelmez nagyon nagyasszonyom, imádkozz életünk anyám. Nézd, önzésünk és ütét börtönbe zár, a hűtlenség kígyúj a szívünkre vár, erőtlen gyermeket hozzád kiáll, ne hagyj el, jöjj, segíts már! Hazánkért, a népünkért. Még 4-5 nap választ el minket, és egy gyászos évfordulóhoz érkezünk, ahol 4 évvel ezelőtt bizony ez az ország erkölcsileg megbukott, rosszul szavazott. Rossz tanácsokat is adtak sokan, gonosz szívvel, lélekkel megpróbálták tönkretenni azt, amit az Isten ajándékaként nekünk. Mégiscsak egy nagyon szép ajándéként kellene megélnünk. A nemzet összetartozását határa minden is túl. Az Úristen megálmodta egyszer, hogy legyen egy magyar nép, amelynek az anyanyelve magyar. És csak ezen a nyelven tud imádkozni igazán. Igazán ezen a nyelven tud gyúrni, bűnbánatot tartani, ifjú korában szerelmet vallani. Ezen a nyelven tud igazán álmodni és álmodozni a jövőjéről. És valahol a nemzet tragédiája, hogy a 20. század politikai őrületében szanaszét szakadtak. Jártam olyan kárpátaljai faluba, amelyre arról lett híres, hogy ketté vágták. A falu egyik oldal lett Csehszlovákia, Szovjetunió, dicsőséges Szovjetunió jó voltában, másik része meg csapódott Ukrajnához, illetve az akkori Szovjetunióhoz. És embereket, családokat választottak szét, testvéreket, akik az egyik oldal és a másik oldal laktak. És gonosz politikai szempontok miatt nem engedték, hogy találkozzanak. És hány ilyen tragédia történt ebben a Kárpát-medencében. Valahol az Úristen mégse hagyja el minket, mert az imádság a hit erejével, nyelvünk ajándékából újra és újra egymásra találunk. Hát szálljon egy dal a Hargitáig, ahogy én írtam ezt a dalt 20 évvel ezelőtt, majd 20 évvel, amikor ezt a gonosz lelkű román diktátor Ceausescu-t hazahívta a mennyei atya. Elég csúfos volt a távozása, aki emlékszik abból a
arra a korszakra, hát, és akkor jöttek erdélyi fiatalok, több turnusba, és a mi egyházközségünk is, egy friss induló egyházközség volt, több turnusba jöttek ezek a fiúk, lányok, középiskolás gyerekek, és befogadtuk őket, szeretgettük egy kicsit, megmutattuk nekik Budapestet a szépségeivel, elhalmoztuk őket a szeretet ajándékaival, ami lehetőségünk volt akkor. És akkor értettem én meg igazán, mit jelent lenézett, üldözött idegennek lenni az ősök szülőföldjén, ahol nagyszülők, dédszülők, ükszülők haltak, vannak eltemetve, és ahol ő is ugyanúgy él, soha nem akart onnan eljönni, elköltözni, és mégis idegen, gyűlölködő népek, hatalmak veszik őket körül. Alig tudunk értük tenni valamit, de azóta is járom a határatúli részeket is, Kárpátaljára, már a fiaimat is vittem Erdélybe, Felvidékre. Megpróbáljuk szeretni, szolgálni az ottani testvéreinket is, mert ugyanolyan magyarok, mint akik itt ülnek ebbe a templomban, és ugyanúgy vágyják ezt a testvéri szeretetet. Írtam nekik ezt a dalt. Én nagyon keveset tudok tenni, de száj vacak kis dalocska, vagy száj a hargitájé. Vidd el a hitünk ajándékát, reményét, bizalmát. Krisztus nem hagy el minket. És ez a lényeg az imádságnak a dal. Szóljon a hazánkért, a népünkért, így adventi időszakban, egy kicsit a lelkiismeretünk helyretételéért is. Ó, Isten, pedig letérted, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, áld meg a népünk, áld meg nemzetünk. Sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtunk, hogy boldogok legyünk. Hát szállj, szállj, te gyönge kis madár, a hargitáig szállj, bátorítsd a csüngedőt, igazolod a szemletünk. Szép karácsony, hogy Jézus szülessen meg a szívünkben, családjainkban, közösségünkben.
tudjuk az ő szeretetét továbbadni a világban, adjon ehhez erőt valamennyünk számára. És befejezésül egy olyan ének, egy olyan dal, amit egy szilveszter kora hajnalán írtam gyerekeim kívánságára. Nehéz év volt, akkor nem nagyon született a szívemben dal, imádság. A volt Jugoszláviában dörögtek a fegyverek, magyar falukat, templomokat lőttek szét a szerb tankok, és olyan hihetetlen, hogy ez megtörténhet itt a szomszédunkban. Európa ezt nézi, a világ ezt elbűli. Ártatlan embereket mészárolnak le, és olyan pokoli rossz volt a lelki világom, nem született a dal. Pedig egy dalszerzőnek az a dolga, az a kötelessége, hogy írjon újabb és újabb imákat, énekeket. És akkor gyerekeim biztattak, hogy apa legalább, még három nap van, és hát még egy dal sem született az év végéből, hát legalább valami. És mondtam, ó, három nap, hát írok három dalt, és akkor mondták, hogy csak egyet. De hát nem jött a múzsa, és szilveszter reggelén korán fölkeltem, lementem, ilyen káposztásmér lakótelepen egy kétszintes lakást kaptunk annak idején négy gyerekkel. Nagy kincs volt az életünk, hogy oda költözhetünk. De egy szürke, kopott, ronda lakótelep volt, épülőfélben, ahogy az klasszikus épülő lakótelep, kopasz, fák nélkül, minden. Olyan csodálatos volt, hogy kimentem, lementem és kinéztem az ablakon, és hirtelen minden fehérbe borult, mert egy pici hó esett az éjjel. És szilveszter hajnalára az Úristen megszépítette ezt a ronda lakótelepet, ahol én éltem. A fák ugye nem voltak, de az autók teteje, a kerítés, meg minden, amit úgy belepett, hogy a hó, az fehér lett a világ. És ott az ablaknál elkezdtem imádkozni, hálát adni az évért, az életért, a mindennapokért. És elindult a szívemben egy ima. Múlnak az évek, az én éveim is. Azóta eltelt már egy jó pár év megint. De hát nem ez az érdekes. Utazok, érkezek, találkozok emberekkel, búcsúzok újra és újra, és bizakodom, hogy majd még visszatérek egyszer. De a legfontosabb az, hogy épül a szívünkben, a lelki templom, a közösségünkben, ahol az Úr hajlékot akar venni, hogy Isten országa itt köztünk és bennünk alakul-e, formálódik el. Hogy tudunk-e kibékülni egymással, emberek, a föld és az ég között, születik-e béke országok, népek között. És aztán ezzel a bizalommal írtam meg, és éneklem azóta is ezt a dalt, nem csak az én Miklós napján lehet énekelni, hanem máskor is. Mindegy, az év vége fele különösen aktuális. Ezzel köszönnék el, fogadjátok szeretettel ezeket az imákat, énekeket. Remélem még egyszer eljövök, hogy hozzátok máskor is. Jobb időben, amikor nem ilyen fázosan kell. De egy picit is átmelegedett a szívünk, akkor az Jézus ajándéka. Szóljon a búcsőjének. Áldott karácsony kínálat. Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, és egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, s egy boldogabb világra álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk, vigasztalunk, én mindig minden nap velünk. Szerető jó Atyám, országod köztünk jöjjön. Thank you.
s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, s egy boldogabb világról áll. Utazunk érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, s egy boldogabb világról áll. Szeretett fénye lámja, áradjon rád. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Ha valaki tudja a Mária Rádiót hallgatni, akkor most így a végén hadd hirdessem és mondjam, hogy december 9-én indul egy új műsor, az én műsorom. 9-én délelőtt 9 órakor, 9-től 10-ig tart, egy órás műsor lesz, és két hetenként ismétlődik. Dalaimmal, vallomásaimmal, és majd remélem még sok más zenét is be tudok mutatni, barátaimat is. Nek az érdekessége, hogy az Erdélyi Mária Rádióval az ellentétes heteken párhuzamos ez a műsor, és előtte másodikán, illetve 9. utáni héten, mert aztán én nekem 23-án lesz a következő műsorom, 9-20-án köszönjük a két hét, két hetenként műsor, mindig a Böjte Csaba atya lesz az Erdélyi Mária Rádió részéről, és ha igaz, azt mondták a Mária Rádiósok, hogy két Mária Rádió kicserélje a műsorait, és mi hallgathatjuk másodikán is, 16-án Böjte Csaba atyát, 9-én meg 23-án meg a Sijjeinet hallgathatják az erdélyi testvérek is, ha igaz. És ezt sok szeretettel ajánlom a szívetekben. Kérem az imákat is, aki hallgatja, hogy valóban Jézus szava lehessek én ezen a rádión keresztül, tudjam bátorítani és biztatni a testvéremet. Szükségem van egy ima háttérre, és ezért kérem az imáitokat is. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy meghallgattatok. Majd talán máskor is eljön. Dicsérjük! Máskor megmaradását segítette, és köztük vagyunk mi is, testvéremmel, a gyerekeivel. Nagyon szépen köszönjük, és valóban bízunk benne, hogy fogunk még találkozni. Én pedig a kedves testvéreknek felajánlom, ha Jenőtől kaphatunk majd kazettákat, CD kazettákat, akkor én itt a templomban nagyon szívesen fogom ezeket közvetíteni testvéreknek. Hirdetni fogom, vagy ki fogom írni, vagy a gyerekeknek keresztül üzenem, hogy mindannyian többször is meghallgathassuk őt. De valóban, ahogy ő mondta, szolgálata nem csak a utazó útjai folytatódik, hanem a Mária Rádióban is. És érdemes hallgatni, legyünk katolikusok, vagy reformátusok, vagy evangélikusok. Mindannyian ugyanazt a Jóistent szeretjük, és ő is mindannyiunkat szeret, és ma a történelmi idők azt mutatják, hogy nekünk össze kell tartani, egymásra kell találni, és ebben a közös erőben találhatjuk meg azt a jövőt, amelyről II. János Pál pápa is álmodott, és ezt szolgálják mindazok az erőfeszítések, amelyek minket majd együtt segítenek. Köszönjük Jenőnek, hogy megerősítette a hazafias érzéseinket, összetartozás érzését, és kívánjuk, hogy sokáig szolgálhasson Isten. Dicsérjük!